145 évvel ezelőtt hunyt el Darányi Ignác ügyvéd, jószágigazgató, gazdasági író. Kecskeméten született 1811. márciusában. Tanulmányait szülővárosában, Debrecenben és Keszthelyen végezte. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkáraként kezdte közpályáját, emellett táblai jegyzőként is dolgozott. 1843-ban Kossuth fellépésére Pozsonyba ment, és a Pesti Hírlap országgyűlési tudósítója lett. 1844-től gróf Teleki József gyermekei birtokának igazgatója volt. 1848-ban Klauzál Gábortól kormánybiztosi megbízást kapott, azután nemzetőrkapitány lett. 1850-ben visszavonult Budára. Jelentős érdemeket szerzett a fásítás, a futóhomok megkötése, és mint a Szolnok-Csongrád jobbparti ármentesítő társulat helyettes elnöke, az ármentesítés terén.